Sziasztok, Overcooler vagyok, és ma egy olyan témáról fogok beszélni, ami rendkívül zavar engem, rendkívül irritáló tud lenni, de még mielőtt rátérnék a lényegre, hát először is hadd mondjam el, hogy ez az első videóm, amit ezzel a Canon márkájú mikrofonnal rögzítek, ami egy asztali mikrofon, a Tesco-ban vettem, ez volt az első ilyen mikrofon, amit ott találtam, úgyhogy le is szedtem a polcról, lényegtelen, de úgy tűnik, hogy egészen jó egyébként a minősége. Egyedül a csatlakozó hagy némi kívánnivalót maga után, nincsen lezárva rendesen a vége, tehát ennek a buroknak, ami rajta van a csatlakozón, és így mozog benne a vezeték, nem tudom, hogy ez nem lesz így idővel majd kicsit megtörve, és ezáltal könnyen tönkre fog menni, hát majd meglátjuk, majd kiderül. És előre szólok, hogy ez egy olyan videó lesz, ami hát nem lesz túlzottan megvágva, mivel még nem érkezett meg a tápegység a gépembe, amivel videót szoktam vágni, szóval ezt a laptopomon fogom összevágni, tehát nem szeretnék túl sok időt eltölteni a videó vágásával ott a laptopon, úgyhogy valószínűleg csak annyi lesz, hogy bevágok egy Skype logót háttérbe, és beszélek közben. Tehát az lenne a lényeg, arról szeretnék beszélni, hogy az elmúlt napokban megnőtt azoknak az eseteknek a száma, amikor is valaki elkéri az én Skype nevemet, illetve fel akar venni Skype-ra, vagy ugye engem eset azt akarja, hogy én vegyem fel őt Skype-ra. Tehát ideig is voltak ilyenek, de hát még úgy egészen normálisak, azt hiszem. Viszont most úgy kezdett eldurulni ez az egész, tehát hogy én ezt egyszerűen nem tudom felfogni, hogy hogyan képzelik azt az emberek, hogy egyszerűen oda mennek, jó, látnak egy videót, és akkor hát, mit tudom én, tök szimpatikusnak tűnik ez az ember, akkor fel akarom menni Skype-on, mivel én hallottam őt ugye a videóban, de én nem hallottam, tehát én, mint OC, nem hallottalak titeket, meg nem tudom, hogy milyenek vagytok, és az alapján, ahogyan az elmúlt napokban kaptam a kérdéseket, illetve mondhatni felszólításokat, hát rohadtul nincsen kedvem ilyen illetőket felvenni Skype-ra. De rögtön szemezgetek is egy párat, mivel ide kimentettem néhányat. Nos, valamelyik nap a videó felvétele előtt 2 nappal érkezett egy ilyen komment, hogy van Skype-od. Addig oké, hogy eltalálta a Skype szónak a ragozását, tehát legalább ennyit meg tudod csinálni. Tehát Skype, azt normális elejétől, hogy Skype, és akkor utána tett egy odot, ami úgy elfogadható és olvasható formátum. Az már más kérdés, hogy nem tett utána kérdőjelet, ezért én hát gondolom azt akar, de mindegy, én igazából kijelentő mondatnak vettem ezt, és írtam neki, hogy tudom. Tehát nem igazán értem, hogy hol élnek ezek az emberek? Tehát, hogy lehet, hogy így a mai társadalomban ez teljesen természetes, hogy a fiatalok nézik egymás videóit, és akkor hú, tök jó fej, vagy vegyél fel Skype-ra, meg mit tudom én. Oké. De én, tehát így megnézném így a csatornáját az illetőnek, most nem tudom, mert itt jelenleg nincsen wifi, de mivel profilképe sincs, nagy valószínűség szerint egy darab videója sincs, ami alapján el se tudom dönteni, hogy ő most alkot, vagy milyen személy, tehát hogy nincs is semmi videója, ami alapján úgy be tudnám határozni, hogy akkor ő most egy normális személy, vagy sem. Hogyha egy normális illető lenne, tehát én úgy vagyok vele, hogy Skype-on ilyen vadidegeneknek, és hogy, na, tehát hogy YouTube-on ilyen vadidegeneket nem fogok felvenni Skype-ra, akiket még csak nem is ismerek, nem is tudom milyen hangja van, nem tudom mennyire idióta. Hogyha van mondjuk egy olyan videós, aki jó fejnek tűnik, jó videói vannak, illetve szimpatikus embernek tűnik, akkor azzal szívesen felveszem a kapcsolatot, de ilyen nem tudom, hogy honnan jött emberek, akik még a nevüket se képesek, hogyha már megadták ugye a teljes nevüket YouTube csatornájuk mellé, már még csak azt a fáradtságot sem vették, hogy a saját nevüket nagybetűvel kezdjék, könyörgöm.
És mivel megadták a teljes nevüket YouTube-on, szerintem ezért bátran mondhatom, hogy mik ezek a nevek. Nos, itt most éppenséggel Gyula Csernicskó kommentjét olvastam fel, ez a Van Skypod nevű dolog. Hát tök minden, nyugodtan mondhatom a nevét, hiszen megtaláltjátok ti is a kommenteket YouTube-on, szóval ott vannak a helyükön, ez, sose törlök egy kommentet sem. És tehát így miért kell ezt? Képzeljétek így a helyembe magatokat, de mondjuk még az a baj, hogy ezt a példát akartam az előbb is mondani, de nálatok ezt nem lehet felhozni, mert szerintem ti konkrétan leszarjátok, tehát hogy éppen ezért akartok felvenni így random embereket, de most képzeljétek el valami teljesen random ember így írna nektek, hogy figyelj, már beszéljünk Skype-on, mit tudom én, és ti meg azt sem tudjátok, hogy ki az, hát gondolom nektek akkor az természetes, hogy ti fel is veszitek azt az illetőt. De nekem ez kurvára nem természetes. Én megválogatom a barátaimat, nem fogok mindenkivel leállni beszélgetni, csak azért, mert láttak tőlem egy darab videót YouTube-on. Aztán most már itt van ez a másik illető, ez a Szabolcs Fekete, aki már többször is volt ilyen eset, hogy írta, hát továbbra is ugyebár pont kérdőjel, illetve egyéb írásjelek nélkül írta, hogy vegyél fel Skype-on, vagy hogy bocsánat, felveszel Skype-on, tehát és lehet így akár felszólításnak is nevezni ezt, csak azért, mert nem képes egy rohadt írásjelet írni a végére, és természetesen ő is kisbetűvel írta a nevét, illetve az összes mondatot kisbetűvel kezdi. Szóval őt már tényleg azt mondtam, hogy elküldöm az anyja picsájába, mert egyszerűen nem tudom, hogy ezt hogyan képzelik az emberek, tehát hogy egyszerűen odafosnak egy kommentet, még csak egy kurva kérdőjelet csak bírnak odaírni a végére, és akkor mit várnak tőlem, hogy jaj, minden álmom az, hogy veled beszéljek, tényleg rohadt értelmes társalgás lesz az, majd jön megint a szokásos szöveg, hogy ó, hát én amúgy természetesen így totálisan helytelen magyarsággal, illetve rossz helyes írása, hogy ó, hát én nem olyan vagyok, mint a többi fiatal igazából, én sokkal másabb vagyok, szerintem nem szeretem az új társadalmat, meg mit tudom én, és akkor amúgy szereted a Minecraftot, tehát így totál el tudom képzelni ezt a helyzetet, és szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy ez lenne a vége. És igazából az lenne ennek az egész videónak a mondandója, hogy hagyjatok békén a faszba, de komolyan! Legyen már annyi belátásotok, hogy ezt ti sem gondolhatjátok komolyan, hogy odaírjátok, hogy vegyél fel Skype-on, és akkor én rögtön ugrok, és jaj, igen, már is, jaj, hol vagy, bocsánat, hogy fél percet késtem, hogy felvettek. Mi az Isten faszát gondoltok most komolyan? Hol a faszomba értek ti? Honnan bújtok elő, komolyan mondom? Az eszem megáll ezektől az idiótáktól. És komolyan mondom, már lassan minden nap kapok egy ilyen kérdést, hogy mi a Skype neved, meg vegyél fel Skype-on, meg mit tudom én. Már mondtam az előbb is, hogy ha egy olyan videós látok, aki szimpatikus, és tehát ezt igazából így egy másodperc alatt meg tudom állapítani, hogy egy videós számomra szimpatikus-e, és hogy érdemes-e vele felvenni a kapcsolatot, illetve beszélgetni, megosztani dolgokat. De ezekkel mit kezdjek most komolyan? Hogyha olyan kurva fontos mondanivalód van, akkor írjál YouTube-on, ott van a Facebook oldalam, írjál üzenetet, aztán vagy válaszolok, vagy nem. Ez is általában az illető intelligencia hányadosától függ, hogy én válaszolok-e, vagy sem. Szóval egyszerűen eldobom az agyamat ezektől az emberektől, nem tudom, ezek hol élnek. Aztán most így eszembe jutott ezzel kapcsolatban egy másik komment típus is. Méghozzá, mondjuk ezek általában így a GTA videók alatt, leginkább hogy a multiplayer állatkert és GTA videók alatt jellemzők, hogy ugye egyrészt ott is kapom ezeket a felveszel Skype-on című kommenteket, illetve azt is szeretném még közölni, bár úgyse fogják azok az emberek ezt látni, akik ezeket a kérdéseket felteszik, mert úgyis mindig csak azokat a videókat nézik meg, tehát a GTA San Andreas multiplayer meg egyebeket, hogy
ez az állandóan ez, hogy én is akarok szerepelni videóban, meg hogy mikor mentek mútizni, én is akarok videóba szerepelni, meg vegyél fel Skype-on, és akkor videózunk együtt. Hagyjál már a büdös faszba, nem is ismerlek téged, mi a tökömet akarsz? Csak olyan emberekkel csinálok videót, akivel már beszéltem korábban, akinek ismerem a hangját, és tudom, hogy tud értelmesen beszélgetni, vagy jól el tudunk hülyülni egymással. De hogyha most így totál random embereket felveszek, és velük csinálok videót, szerinted milyen lesz a videók minősége? Most gondolj már bele. Lehet, hogy neked rohadtul jó lesz, hogy jaj, szerepeltem OC videójába, de többiek meg volt, ez kurva unalmas, ez a gyökér nem tud semmit se beszélni. Szóval egyszerűen nem bírom felfogni. Lehet, hogy ti el vagytok szállva magatoktól, hogy hát ez csak természetes, hogy hogy másnak a videójába szerepelek, mert ő nagyon jó videós, és akkor szeretnék én is részt venni. De figyelj, hogyha letettél valamit az asztalra, és azt mondom, hogy hú, na hát tökre érdekes a videód, tök jól tudsz beszélni, meg szimpatikusnak tűnsz, vagy vicces vagy, meg egyebek, akkor megfontolom, hogy lehet, hogy csinálok veled közös videót, de így, hogy odarontasz nulla videóval, csak azért, mert a haverjaiddal együtt játszottál sampot például úgy, hogy közben beszéltél a haverjaiddal, már rögtön azt gondolod, hogy akkor tökéletesen alkalmas vagy egy ilyen videóhoz. Most ez lehet, hogy beképzeltnek tűnik, hogy én most azt mondom, hogy hú, hát, hogy nincsenek meg a kvalitásaid ahhoz, hogy szerepelj egy videóban, lehet, hogy ez most beképzeltnek tűnik, de hát könyörgöm, azért szeretnék legalább valamilyen színvonalat tartani, illetve az én ritmusom alapján csinálni videót, illetve az én tehát, hogy ismerjem azokat, akikkel videót csinálok, és tudom, hogy hogyan viselkednek egy videóban. Most egy tök idegennel csinálok videót, fingom sincs, hogy mit fog művelni, és akkor lehet, hogy kukkába megy az egész a végén. Szóval ezt fogjátok már fel, hogy hagyjatok már a faszba az ilyen hülye kérdésekkel, könyörgöm. És akkor még nekik áll feljebb, meg ők sértődnek meg. Egyszerűen nem bírom felfogni, hogy komolyan mondom, ilyen degenerált faszok honnan bújnak elő, húzzatok vissza a picsába Minecraftozni, nem kell nézni az én videóimat, hogyha annyira rohadtul zavar, hogy nem szerepeltek benne. Szóval senki se követeli meg azt, hogy te nézd az én videóimat. Hogyha megsértődtél, akkor viszont látásra, nem érdekel. Tehát eleve, hogyha fel akarnék venni mindenféle idegen embert, akkor meg lenne adva az én YouTube oldalamon az összes elérhetőségem. De most komolyan. De nekem erre nincs igényem, hagyjatok a faszba. Csinálom a videóimat, nézzétek, élvezzétek, és ennyi, kész. És ahogy mondtam, hogyha valami olyan rohadtul fontos dolgot akartok mondani, akkor tényleg ott van a Facebook, illetve a YouTube üzenet, illetve komment továbbra is. Szóval ennyi, nem tudok egyszerűen mit hozzáfűzni. Tudom, hogy továbbra is lesznek ki olyan idióták, akik majd megkérdezik, illetve továbbra is jönnek majd ezek a kommentek, talán kicsit kisebb mennyiségben, de hát majd meglátjuk. Nem tudom. Csak már tényleg kurvára tele van a faszom az egésszel, és ezért csináltam ezt a videót, szóval remélem azért valamennyire változni fognak a dolgok, illetve a ti belátásotok is így a dologgal kapcsolatban. Na, ennyit akartam. Sziasztok, HC voltam.